15 évig szerződéses katonaként dolgozott Németh Róbert. Fegyverek iránti szeretete és érdeklődése, vadász szenvedélye innen ered. Első vaddisznóját egy 100 kg körüli kant 8 méterről lőtte íjával. A természet közelsége és nyugalma is rabul ejti, az erdő és a csend vonzotta, amikor idén-nyáron kiköltözött a városból Tamási Szarkahegyre. Civilként vállalkozó, épületgépészettel foglalkozik, ám mindezek mellett a Tamási Íjász Egyesület oszlopos tagja és egyúttal elnöke. A szervezet 2016-ban szakosztályként, majd egy év múlva már önálló egyesületként kezdte meg működését. Akkor még annyira engem nem foglalkoztatott ez a dolog. Ugye elkezdtem kijárni ezt az utat, hogy lehetne létrehozni, akkor lett a szakosztály konkrétan, és ahogyan elindítottam, ugye ez a nyakamba is szakadt, tehát onnantól kezdve vittem. Közben ugye beleszerettem én is az íjászatba, akkor csak ilyen hobbi szinten, és akkor utána döntöttünk úgymond a kemény maggal, hogy lesz egy egyesület, ami saját. Én vadászok is, és ugye maga a lövészet, tehát maga az, hogy kikapcsol az agyad, ráfigyelsz, koncentrálsz, le tud nyugtatni, tehát teljesen ki kell kapcsolod a külvilágot, effektíve ez ugyanaz, csak nem durranik, inkább úgy mondom. Tehát itt is célra lövünk, megpróbálod eltalálni, küzdesz magaddal, hogy minél jobbakat lőjél, minél messzebbről tudjad eltalálni, tehát egy kihívás. Először én is vadászreflexzel lődöztem, akkor már kacsingattam ugye a csigánsíj felé. A rosszaság az egészben az volt, hogy nem volt senkit, akit tanulhattam volna, tehát YouTube videók nézegetjük, ott kezdtem elnézni úgymond a csigánsíjakat, akkor vettem egyet, még a vadászvizsgát is azzal tettem én le anno, és akkor utána jött egy másik típus, akkor megpróbáljuk, és akkor végén úgymond ez a márka maradt meg nekem, tehát én ezt szeretem is. A csigánsíj egy összetett így, tehát ennek a működése, ennek a lényege az, hogy van a két csigája, ezt amikor áthúzod, kikönnyít. Tehát nem fogod, ez 60 fonton megy most, amit mondtam, hogy azért az már eléggé nagy erő, 50 fonton vadászhatsz, tehát bőven fölötte vagyok, de ez amikor áthúzod, 85%-át elkönnyíti. Tehát nem tartod az egész súlyt, hanem csak azt a részét, plusz ezt nem bírod túlhúzni. Ezeknek van egy kifutója, amiben betesszük a vesszőt, erre egy fegyver, tehát úgy sütjük el, mint egy fegyvert. A bent, oppa, bocsánat, világítás is van rajta. Vannak tüskék, tehát ezeket mi beállítjuk méterre. Tehát nekem 20 métertől indul és 60 méterig be van tüskézve. Tehát amikor lövünk egy célra, megsokszoljuk hány méter, azt a tüskét kiválasztod, és azzal lősz rá a célra. A versenyek általában épített körpályán zajlanak, de az íjászaton belül az egyik legnépszerűbb ág ma már a 3D íjászat, amelyben különböző terepszögeket használva helyezik ki az élethű állatokat. Ha ide lősz bárhova, körön kívül az egy 5 pontot ér. Ha belelősz ebbe, ez már egy 8-as, akkor a 10-es kör és a 11-es kör. Ha elsőre eltévesztett, tehát mellé lősz, akkor meg ugye ez már feleződik. Noha a Tamási Egyesület a Magyar Íjász Szövetség tagja, a hivatalos versenyeken és a tagságon kívül is szívesen fogad érdeklődőket. Az öröm íjász versenyek éppen azért jöttek létre, hogy bárki bekapcsolódhasson, ha kedvet kap a sporthoz. Íjáztatást, bemutatókat is szívesen tartanak, ezeken már észre lehet venni, ha valakinek érzéke van ehhez a sporthoz. Próbáljuk népszerűsíteni, én ezért is vagyok az öröm íjász versenyek mellett, hogy mindenki, akinek tetszik és aki akar leművelni, el tudjon jönni ezekre a megmérettetésekre, tehát ne szabjunk versenykártyát meg egyebeket, mert nem mindenki akar versenysportszerűen ezzel lenni, de viszont kiemelni, onnan tudod azokat a versenyzőket vagy tehetségeket, akik eljárnak ide, ott látod meg azt a tehetséget, és amikor elmondod, hogy mit vársz tőle, tehát az, hogy egyenesen álljon, egyenes gerinccel, hogy fogja meg, tehát amikor azt mondod, három ujj, akkor nem markolok, ilyen apróságok, tehát amikor elmondod neki és próbál lőni, nem a tízes kell meglőnie, de hogyha én azt látom, hogy van egy polifóm, amire ők lőnek, ugye ilyen bemutatókon, vagy elmegyünk rendezvényekre, ha már egy helyen lődöz, most teljesen mindegy hova, bocsánat, akkor már látod azt, hogy benne van az, hogy tud lőni. Azt, hogy utána egy korrekcióval rá tudod tanítani arra, hogy hova célozzon, az már más kategória. Az íjászat talán kevésbé látványos, mint más népszerű sportok. Jobbára családon belül öröklődik, hagyományozódik szeretete, illetve egy-egy iskolai bemutató vagy mozifilm kapcsán jelennek meg a leendő érdeklődők. Van, amikor bejön az ifjúság, ha például van egy sorozat a tévében, a zöld íjász, akkor például nagyon sokan jelentkeztek, de ugye ennek van egy anyagi háttere is. Tehát azért egy íjat pár alkalommal tudunk biztosítani, de utána meg kell venni, mert azért személyedre van szabva a dolog.
és ott azért anyagilag bele kell szállni. Nem tömeg sor, tehát nem azon, hogy ott van 10 gyerek, de akkor már azért ugye elvannak, elbandázgatnak, hanem lehet egyedül van egy edzésen ott, és akkor már ő neki nem. A másik a szülő. Tehát ha a szülő nincs ott vele, és biztatja, akkor megint csak nehéz ez. De nálunk van szigor, tehát azért ez egy lövészet. Tehát nem úgy van, hogy futkározunk össze-vissza egyebek. Tehát itt vezényszavak hangzanak el, hogy lővonalhoz mész, lövés, amikor letesszük, hogy vesszőér, akkor mindenki leteszi az íját, és kisétálunk. Közben ugye nincsen kézbe semmi, tehát azért ott, itt van egy szigor. Mai gyerekek ezt annyira nem díjazzák sajnos. Bár ő maga kevés versenyen vesz részt, fia, ifjabb Németh Róbert országos, európai és világbajnoki címekkel is büszkélkedhet. Általában mindig így működik, hogy a szülő elkezd valami sportot űzni, akkor a gyereke próbálja a szülő által rakott normákat hozni. Egy ilyen VB-re való felkészülés azért nem azon csak, hogy elmegyek, tehát azért ott előtte egy nagyon aktívan, napi szinten ment és órákat gyakorolt. A fizikai és mentális felkészülés sok időt és kitartást követel. A helyes alapbeállást, a testtartást, a célzás technikát, korrekciót, a távolságbecslést gyakorolni kell, ehhez a Tamási Egyesület pályát, lőteret biztosít. Technikát, hogy húzza ki az íjat, hogy lövi ki a vesszőt. Tehát nagyon összetett egy dolog a filmekben, ugye egyszerű játék, ez mert kihúzzuk és mindent eltalálunk. Itt azért nagyon sok órát rá kell tölteni és lövést, hogy kialakuljon az, hogy hova kell húzzad, hol az a fix pont, ahova mindig húzod, ahogyan oldalsz, tehát nagyon sok minden. A távokat fel megbecsülni, mert ugye a versenyen te nem tudod hány méterre lősz, azt te satszolod be magadnak, hogy a hány méter, és akkor hogy kell meglőd. Ha húzkodod az íjakat, tehát ez is egy 60 font, 25 kilót körülbelül húzol ki. Fel se tűnik, hogy több százszor húzod egy edzésen, tehát egy elég jó megterhelés. Tehát ahányszor lősz, el kell menned a vesszőért, vissza sétálsz, mozognak az izmaid. Nem tűnik fel, mert nem olyan sport ez, hogy most hirtelen nekiállok 100 métert futni, hanem ez folyamatos terhelést ad. Németh Róbert szerint az íjászat szépsége sokrétű. Természetben friss levegőn vagyunk, és észre sem vesszük, milyen sokat mozogtunk. Összpontosításra, fegyelmezettségre, a biztonság és a balesetek elkerülése érdekében pedig szigorú szabálykövetésre nevel. De a legfontosabb, hogy egy olyan közösség része lehetünk, amelyhez öröm tartozni, és a Tamási Íjász Egyesület nagyon jó csapatot alkot. Maga a közege ennek az íjászatnak, legalábbis amiben mi tartozunk, én azt mondom, hogy nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki különböző falvakból innen-onnan. Tehát úgy összetartott, tehát pont szombat este ültünk itt le egy kicsikét grillezni, és vidékről is jöttek ismerősök. Tehát jót beszélgettünk, előtte lementünk, íjászkodtunk 2 óra hosszát, és utána egy jót beszélgettünk. Az Egyesület legközelebb november 11-én a Tamási Parkerdőben rendez 3D íjászatot, amelyre minden íjászat iránt érdeklődőt szeretettel várnak. A pályán persze nem érhet minket nagy meglepetés, de azért, ha íjjal vadászunk, megeshet velünk egy-két kaland is. Baleset, hál' Isten, nem nekem vadászat közben volt az, hogy lőttem egy disznóra. Nem, először lőttem egy rókára, de az olyan világosba kért, hogy nem mertem megmozdulni, és akkor nagyon óvatosan a lesen áthúztam valahogy az íjat, nagyon fájt. Rálőttem, ugye nem találtam el, lementem a vesszőért, nem láttam rajta sérülést, visszaraktam. És egy óra múlva jött egy disznó. Na mondom most, hál' Istennek, oké, minden. Akkor már fel tudtam állni, szépen kiúzni az íjat, rácéloztam, és ugyan. Tehát mi a sötétben van egy ilyen világító noknak hívjuk. Tehát az a lövés pillanatában bekapcsol egy LED és világít. Tehát látod azt, hogy merre lősz, és akkor elengedem a vesszőt, és azt látom, hogy jobbra eltőrem, főfele röpül az a valami. És akkor mi történt? Én se értettem először. Mázlimra 2 perc múlva visszajött a disznó, tehát effektíve el tudtam ejteni a vadat, terítékre hoztam, de is, és amikor lementem, akkor láttam, hogy szétröpült a vessző, eltörött lövés pillanatában. Tehát azért, nem, azért is vannak ezek a szabályok, amit mondtam a bent még, hogy tényleg lövés, vesszőért, tehát mindent vezényszóra kell tenni. Tehát nem azon, hogy kifutok a vesszőért, még te lősz. Bízunk egymásba, de azért na. Mehet?